A következő néhány percben a halmazok ábrázolásával foglalkozunk. Hiszen ha már halmazokról tanulunk, akkor érdemes őket leírni, ábrázolni. Négy fajta ábrázolási módot tanulunk, az első az elemeinek a felsorolásával. Úgy gondolom, hogy ez lesz a legegyértelműbb. Például az A halmaznak az elemei az 5, 6, 7, 8 és 9. Figyeljünk a leírásra, először írjuk a halmaznak a nevét, majd egy egyenlőségjel, egy kapcsolós zárójel kinyitva és egy kapcsolós zárójel becsukva, jelöli valójában magát a halmazt, és az elemeket felsoroljuk vesszővel elválasztva. Abban az esetben, hogyha például tizedes számokat írunk, tizedes számok az elemek, mikor azt mondjuk, hogy 5,6, éppen ezért akkor az elválasztó, tehát az elemek közé nem vesszőt, hanem pontos vesszőt teszünk. A következő ábrázolási mód, amikor nem a konkrét elemek felsorolásával, hanem a tulajdonságok leírásával, tehát az elemeinek a meghatározásával tesszük ezt. Például az előző halmazra visszautalva azt mondjuk, hogy az A halmaz elemei a 4 és a 10 közötti természetes számok. Tehát az előtt felsorolt elemeknek ez a tulajdonsága. Az A halmazhoz tartoznak, 4 és 10 között helyezkednek el, és természetes számok. E meghatározás után könnyű szere fel tudjuk írni a felsorolásunkat. A harmadik mód a pontos definíció. Úgy is mondhatnánk, hogy ez a matematikai leírás. Íme így néz ki egy matematikai leírás az előző meghatározásra. X-el jelöljük azokat az elemeket, amelyek most ide tartoznak. Eleme a természetes számok halmazának, a természetes számok halmazát nagy N-nel jelöljük, és ezekről az elemekről a következő tulajdonságot tudjuk, 4-től nagyobbak és 10-től kisebbek. Ez az, amit a mindennapi életben úgy mondjunk, hogy 4 és 10 közöttiek. Ugyanezt a definíciót írhatjuk még a következő módon. Annyi tehát az eltérés a két leírás között, hogy itt vesszőt tettem, itt pedig egy függőleges vonalat. Úgy olvassuk mind a két esetben, hogy x, ahol x eleme a természetes számok halmazának. És aztán már a tulajdonság ugyanaz, tehát 4 és 10 közötti számok. A legtöbbet eláruló ábrázolást hagytam a végére, ez pedig a Venn-diagram segítségével. Mit jelent egy halmazt ábrázolni Venn-diagrammal? Valójában felsoroljuk az elemeket, vagy felírjuk az elemeket, és egy zárt vonallal bekerítjük. Tehát vizuálisan ez a legtöbbet mondó. Íme az előző példát felhasználva. Az A-halmaznak az elemei láthattuk 5, 6, 7, 8 és 9. Ha most leírom ezeket az elemeket, egy zárt vonallal körbekerítem, legtöbbször kört vagy ellipszist használunk, és íme Venn-diagram segítségével az A-halmaz elemeit ábrázolni tudtuk. Ha egy halmazt elemeinek a segítségével írunk fel, tehát felsoroljuk az elemeit, az alapján bármikor meg tudjuk rajzolni a Venn-diagramot. De ugyanez érvényes fordítva is, hogyha egy halmazt Venn-diagrammal adunk meg, akkor a Venn-diagram alapján bármikor fel tudjuk írni az elemeit. Tegyünk egy kis kitérőt ezekkel az elemekkel kapcsolatban. Tanuljuk meg róluk a következőt. Minden halmazban az elemeket csak egyszer írjuk le. Íme egy példa, adott az A halmaz, melynek elemei 4, 1, 7, 2, 4, és itt megállunk egy pillanatra. A 4-es elemet már egyszer írtuk, tehát nyugodtan áthúzhatom, majd folytatom tovább, 3, 1, az 1-es elem is már egyszer szerepelt, áthúzom, a 2-es elem is már szerepelt, áthúzom, és még egyszer szerepel az 1-es, ezt is áthúzom. Tehát ez a halmaz, amelyet eredetileg 2, 4, 6, 8, 9 elemmel írtunk föl, valójában csak 5 elemre szűkült, mindegyik elem, tehát a 4-es, 1-es, 7-es, 2-es, 3-os csak egyszer szerepel. Egy hasonlatképpen egy családban sem lehet, hogy több gyereknek ugyanaz a neve, keresztneve legyen, illetve hát az egyszerű családban megtörtént, hogy mind az 5 fiúnak Pista volt a neve, de hát ott az volt a magyarázat, hogy mindegyiknek más volt az apukája. Matematikában egy kicsit szigorúbbak a szabályok, tehát ugyanaz az elem nem szerepelhet többször. Láthattuk, hogy a 4-es, amikor már másodszor szerepelt, áthúztuk.
Ugyanezt a szabályt felhasználva, ha az elemeket Venn-diagrammal szeretnénk ábrázolni, akkor nincs is szükség ugyanazt az elemet többször leírni. Tehát hasonlóképpen, mint az előző leírásban, ha egy elem többször szerepel, például az 1-es, a 2-es, a 4-es, akkor nem úgy át kell húzni, hanem egyszerűen nem is kell őket leírni. Láthatjuk, hogy a megmaradt elemek ugyanazok, amelyeket itt is meghagytunk az eredeti halmazban. Ha egy halmaz elemeit fölírjuk, láthattuk az előző példánkban 4, 1, 7, 2, 3, ajánlatos sorrendet alkalmazni. Ez nem kötelező, viszont sokkal könnyebben tudjuk értelmezni az elemeket, illetve a tulajdonságokat, hogyha egy bizonyos sorrendet alakítunk ki. Lehet az akár egy növekvő vagy egy csökkenő sorrend, természetesen az elemek tulajdonságaitól függ ez, hogy egyáltalán tudjuk-e őket sorba rakni. Ahogy már említettem, nem kötelező a sorrend, tehát az eredeti halmazunk, amelynek az elemei 4, 1, 7, 2 és 3, ugyanaz a halmaz, mint amikor úgy írjuk fel az elemeket, hogy 1, 2, 3, 4, 7. Viszont ez az utolsó leírás sokkal többet mond, és sokkal átláthatóbb, mint az eredeti.